Csinálj valamit, Dr. Fox! Mindjárt leesik az orrom! Rick, nincs valami, ami segíthet rajtunk? Te mit hoztál magaddal? Már is elmondom. Az én kedvenc dolgom! Hát jó, akkor szóban. Az én kedvencem ez a gemkapocs. Pont egy ócska gemkapocs. Ez egy nagyon sokoldalú gemkapocs. Jó jöhet egy papírlaphoz, két papírlaphoz, alagutásáshoz, három papírlaphoz, azonnali műtéthez, négy papírlaphoz, tűzrakáshoz, ezen kívül még kisebb papírokhoz. Azt a Rick, egy gemkapocs, ez annyira, te vagy. Köszönöm. Tessék, nyugodtan felhasználhatod a szabadulásunkhoz. Nem kell. Doki, ments meg minket! Csoda, Kitty, benned van minden reményünk. Ugye hoztál magaddal valami hasznosat? Persze, hoztam, kedves doktor, de az bizony nem egy tárgy. De biztosan megérted. Nem hatalmas a kaponyád. Ez nem olyan dolog, amit egy boltban megvehetsz. Ez fontosabb nekem. És ez nem csak egy nagy hec. Hók egy jó nagy darab. No, de arany szíve van. Ő félig sas, meg krokodil, plusz kétkar pontosan. Papikor édes vidám, bár nem jól énekel. És jó büdös, de nem baj, mert testvérem, s ez kell. Richard elég uncsi. Szürke, kockos prőd. És öreg, lassú, szűkszavú. Nincs más teendőd. Sóhaj. Együtt jobbak vagyunk, bármilyen szép tárgynál. Miért kéne ez bármi csillogóbb a barátságnál? Hogy mi? Tessék! Hogy mondtad? Azt mondtam, hogy számomra a barátságunk a legkedvesebb. Ezért intéztem úgy, hogy össze legyünk zárva az időkapszulában. Hogy mi? Igen, meg akartam őrizni a barátságunkat a jövő számára. Olyan büdös, hogy leolvad az agyam! Csigálj, Otok! Itt van, Magnus! Csak juttas ki minket! Neked adom a gemkapcsomat. A tiéd lehet, Frankenbüdi is! Sajnálom, de nem tehetek más. Köszi, srácok! Nagyon fogok vigyázni a kedvenceitekre. Hát nem egy álom? Gondolom. Talán. Nem. Pet most bevonta papikorn mérgező ételével, Richard gem kapcsából pedig bioelektromos rúgót eszkábáltam, amelynek kirepíti a mérgező kardot az ajtónak és megolvasztja azt. Oké. Vigyázzatok! Mindjárt kiszabadulunk! Működik! Megolvasztja az ajtót! Megfeledkeztem a lézeres biztonsági rendszerről. Úgy tűnik, felülmúltam magam az időkapszulával. A jövő nagyot fog nézni. De akkor hogy jutunk ki?